gratulálok a diplomáthoz, kisfiam. Kösz. A 20 éves Ben épp befejezte az egyetemi alapszakot, és valamit kezdenie kellene az életével. Szülei úgy képzelik, hogy jól fizető állást talál, és megnősül, ő azonban lázadozni kezd az apai-anyai akarat ellen a maga bizonytalan módján. A fiatalok kapunyítási pánikjának tipikus esete az övé, saját sorsának irányítására vágyik, miközben átgondolatlan döntéseket hoz. Én nem biztos, hogy így döntenék minden helyzetben, de az biztos, hogy nagyon merész és nagyon átgondolatlan néha, ahogy dönt. Tehát ez is jellemző szerintem arra az intuitív viselkedésre, amikor egy pillanat elkapja az embert, és akkor annak a hevében akar cselekedni egyből. Szeretnéd, ha elcsábítanál? Ben titkos viszonyba bonyolódik a nála kétszer idősebb Mrs. Robinsonnal, aki első pillantásra felszínesnek tűnő, kiégett, szeretett hiányos női karakter. Még a hervadás előtti pillanatokban még azért egy ilyen kitörési kísérletet így megpróbál. De hát ez ilyen, nem is tudom, nem szerelem, nem csak szex, olyan, inkább ez a lényege szerintem, hogy valami nagyon mély, eltemetett szeretetre vágyás van benne. A darab és a film Charles Webb regénye alapján készült több mint 50 éve, ennek ellenére üzenete ma is aktuális. Minden szerelmi történet örökérvényű, meg hát egy fiatal ember felnőtté válása, mindannyian egyszer csak megpróbálunk felnőttek lenni, ahogy ő szembenéz a világgal, és ezt a nagyon-nagyon tehetséges fiatalembert megtaláltam, Attilát, és az nekem nagyon-nagyon öröm, hogy hát kifejezzem azt, hogy 50 éve én úgy gondolkodtam a világról. A diploma előtt premierje pénteken 19 órakor kezdődik a Márkus Emília teremben.